Én vagyok a minden. Az éltető fény, a sötét, a sűrű sötétség, és a nap, a hold, Isten vagyok, és Istennő. Endres Ágnes látványtervező művész a Nő című installációja is látható a nyíregyházi nyári tárlaton, június 14-től a Városi Galériában. Elgondolkoztam azon, hogy ki vagyok, és ez a címe az installációmnak, hogy milyen maszkokat, milyen állarcokat viselek én személyesen az életemben, az életem különböző helyzeteiben, és így először azt gondoltam, hogy annyira őszinte ember vagyok, hogy én nem viselek maszkokat, nem. Én mindig önmagamat adom. És amikor jobban elgondolkoztam ezen, akkor rájöttem, hogy millió szerepem van, millió különböző állarcot viselek, és erről írtam egy olyan gondolatfolyamatot, amiből lett egy ilyen szabad vers, Ki vagyok címmel, amit én is mondtam fel. Tavaly kimaradt, így 2 éve rendezték meg utoljára a nyári tárlatot, mondta el Mészáros Szilárd, az esemény házigazdája. Néhány éve indítottuk el ezt a programsorozatot, eredetileg a nyíregyházi művészek számára találtuk ki ezt a nyíregyházi tárlatot, aztán ebben az évben jutottunk el oda, hogy úgy gondoltuk, egy picit tágítjuk, és nem is annyira picit ezt a kört, szélesítjük, színesítjük. Ebben az évben már Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből is pályázhattak az alkotók, illetve akik a helyi közösséghez tartoznak, tehát helyi identitásuk van, azok is részt vehettek ezen a pályázaton, illetve fiatalok, akik itt tanulnak, vagy itt tanultak, helyi művésztanárok. Mindhárom emelet falai megteltek alkotásokkal, így a galériában 28 képzőművésztől 58 kiállított munka tekinthető meg. Valószínűleg ezek a munkák érkeztek a legtávolabbról a vármegyeszékhelyre, hiszen ezeket a nyomatokat a Mátészalkán élő, de finn származású Szirpa Ihanusz készítette. Ezeket a falkat Finnországból hoztam, és üzenete először is azt, hogy figyelmet akarok felhívni arra, hogy elpusztítunk természetünket, fákat vágjunk, és hogy gondolkozzanak emberek kicsit, hogy végén csak ilyen törzsek maradnak, ilyen nyomatok maradnak. A kiállítást a szakma képviseletében H. Németh Katalin grafikus művész nyitotta meg, aki 2 munkájával szerepel a tárlaton. Engem a kő, a kert, a szabadidő, a szabadság, az foglalkoztat. Most egy kicsit azt vettem észre, hogy visszakanyarodtam a természet és a környezetünk azonosítható formáihoz elvontabb módon, és úgy egymás mellé téve, hogy bőven hagyjon lehetőséget egyéb mögöttes gondolatokra is. A június 14-én nyílt kiállítás július 27-éig várja az érdeklődőket. A tárlattal bővebben Weekend című műsorunkban foglalkozunk.